A mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek titeket a 84. Inspileckében. Ez a délután 3 órás adás. Hát rengeteg élő van mögöttünk. Ez az utolsó kerek hét, 13. hetünk, és 150 élő adást tartottam, és vettetek részt rajta az elmúlt 13 hétben, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ezt veletek együtt eltölteni. Ez már így a nyárra hangolódás hete, meglepetés ötleteket, nyári hangulat ötleteket hozok a héten, és hétfőn lesz még egy utolsó közös időnk, úgyhogy akkor mindenképpen tartsatok majd velem. A mai adásban is 3 inspirációval készültem meg, nagyon-nagyon szeretitek, hogy bontogatok, úgyhogy nézzük, Réka mit küldött. Ugye lehet küldeni nekem alkotásokat, ide az Élmény Stúdió címére várjuk szeretettel őket, az Nádasdy utca 90-1196 Budapest. Inspirációk, Élmény Stúdió, és mindenkinek küldünk egy kis válaszborítékot, kis mini ajándékot. Hú, de gyönyörűek, Réka, nagyon-nagyon szépek. Azt a mennyi puzzle darabot küldtél. Nagyon-nagyon szép. Ezeket azért gyűjtjük, ezek letölthetőek, ezek ez a puzzle darabok a csorbanita.hu oldalról, és azért gyűjtöm, hogy Magyarország legnagyobb alkotását kirakjam belőlük. Úgyhogy ha szeretnétek részt venni a legnagyobb alkotásba, akkor küldjetek nekem ti is ilyen puzzle-t. Na, még egy borítékbontással kezdjünk. És közben akkor azt is elmondom, hogy elindultak az online táboraink, lehet bárkinek regisztrálni, ahhoz nem kell eljönni, azt otthon lehet megcsinálni, egyhetesek ezek a táborok, mindent küldünk hozzá, és lehet jelentkezni már az itteni élménystúdiós táborokba is. Nagy-nagy szeretettel várunk titeket, töltsetek egy hetet nálunk, gyertek el, táborozzatok. Zseniálisan szép lett Zsófinak ez a kis családi rajz, nagyon örülök, hogy bekerül ez is Magyarország legnagyobb alkotásába. Na és akkor most kezdjünk neki a mai ötletnek. Az első az egy kis karton dónát lesz, ilyen kis fánkocska, úgyhogy egy kört vágjatok ki valamilyen kis kartonpapírból. Nem muszáj ilyen vastagabbat használni, lehet vékonyabb is, lehet egyébként papírtányérra is készíteni, hogyha valakinek van. És hát az első dolog, hogy valamilyen kör alakú tárgyat rajzoljatok körbe. Na jó, nem aprózom el, még nem használtam óriás papírtörlőt sablonnak, de ennek is eljött az ideje. És ezt fogom körbe rajzolni, hogy a kis fánkunkat elkészítsem. Természetesen egyszerűbb egyébként tányért használni, de nekem az most nem volt kéznél, úgyhogy ez a hatalmas, gigantikus papírtörlő is megteszi. Tudjátok, az az igazi ilyen cukormázas fánk lesz, amit most elkészítünk, és ezt is lehet dekorációnak, lehet girlandnak is elkészíteni, egy picit kisebbeket készítetek belőle, hogy rengetegféle módon tudja a nyári hangulatot becsempészni a szobátokba. Remélem, most már a nyár az majd meleg idővel is jár, mert eddig én még nem annyira éreztem itt a jelenlétét, de hát, hogyha elindul a nyári szünet, akkor már biztosan megérkezik mellé a jó idő is. Kíváncsi vagyok, hogy mit vártok egyébként legjobban a nyári szünetben, úgyhogy ha van kedvetek, akkor most kommenteljétek. Amúgy is nagyon örülök, hogyha megírjátok a keresztneveteket. Sziasztok, én Anita vagyok, írjátok meg, hogy hogy hívnak titeket, és mi a kedvenc nyári szünidei időtöltésetek, természetesen az alkotáson kívül. Na, van nekem ilyen kis maradék dekorgumim, de bármilyen színes papírból teljesen jó ezt elkészíteni. És ezt fogom most úgy körberajzolni, hogy egy kicsit kisebb pereme lesz, mint a megrajzolt körnek, és ilyen kis hullámosan, mint hogyha egy virágot rajzolnék, rajzoljátok körbe. Lehet rózsaszín papírból, lehet
megfesteni is ezt. Ez lesz maga a kis cukormáz a fánkunkon. Hogyha tetszik, ez a két kamerás közvetítés, ugye ez vadi új, akkor jöhetnek a lájkok. Remélem, hogy így sokkal jobban látjátok ti is az alkotásokat. Még egy darab élményfestés lesz szombaton, az is aztán nyári szünetre megy, úgyhogy akkor is tartsatok velem, az Inspirációk Csorba Anitától oldalon lesz, és lehet majd szavazni. És most kivételesen nem híres festő képei közül lehet választani, hanem az én régebbi festményeim közül. Lehet, hogy nem is kettőt teszek fel, hanem többet. És akkor ki tudjátok választani, hogy melyiket fessük, meg melyik a kedvencetek. Nekem van egy tippem egyébként, hogy mi lesz a szavazatotok. Ugye volt egy kép egy nyusziról, ami nagyon-nagyon sokáig YouTube-on a hátteremben szerepelt, és én azt tippelem, hogy az fog nyerni, de hát kíváncsi vagyok majd, hogy mi lesz aztán a vége. Mivel a fánkok, ezek az kis amerikai fánkok, ugye ilyen kis lyukasak középen, ezért, hogy nagyon autentikus legyen a hatás, szépen itt ennek is vágunk egy lyukat. Íni. Az egy ellentebbi rétegnek egyébként lehet annak is lyukat vágni, és akkor könnyebb föllógatni, de én szerintem így is tök jól néz ki, hogy nincs rajta lyuk, úgyhogy én most nem fogok vágni neki lyukat, viszont akkor fölragasztom már így a helyére ezt a kis cukormázat. De elégettem ilyen fánkot. Így. Ni. És akkor jöhet rá a cukormáz, azaz mindenféle színes papírból vágjátok kisebb, nagyobb ilyen kis vékony csíkokat, és azt ragasszátok föl, mint hogyha ilyen vegyesen lehullott volna. Leszórtuk volna a mázra ezeket a kis cukorszóratokat. Egyébként nagyon-nagyon jó úgy is elkészíteni, hogy ha van igaz ilyen kis cukormázatok, akkor akár azt is felragaszthatjátok rá. Minden esetre most én csillámló sárga dekorgumiból vágok, ilyen kis 1 centi, hosszú és hát olyan 3-4 mm széles darabokat. És ezzel szórom meg, és mindjárt még más színben is készítek belőle. Hát a zöld az nem kifejezetten ilyen cukormás szín, hogy lássátok, hogy egyébként de sima papírból is milyen jól működik. Ilyen kis kéket, amivel az előző adásban ugye hupi kék fagyit készítettünk, ebből is vágok rá. Hoppácska! Most ezzel együtt tudok festeni, és ragasztani. Itt összemelegedtek a dolgok. Na, és akkor most jöhet a papírból is rá ez a kis cukorszórat. Szerintem azért egy 3 színt nyugodtan használhatok, de akár még több szín is lehet. Így, és nézzük még, milyen színem van. Micsoda narancsárga. Glitteres dekorgumi. Hát, ez is jó lesz nekem. Ez nem ragadós, nem öntapadós hátulja. Kétféle dekorgumi van. Van a sima, és van az öntapadós hátuljú. Az előző az volt, ez pedig sima. Úgyhogy ezt ragasztani kell. És hát ezt lehet a végtelenségig cicomázni, amíg úgy nem érzitek, hogy na, ezt már megenném, ez már olyan nagyon kis nyári, vidám hangulatot hoz be. Úgyhogy
addig ragasszátok rá ezeket a kis cukormás szóratokat, amíg úgy nem érzitek, hogy most már tökéletes. Én nekem eljött ez a pillanat, szerintem nagyon kis guszta, nyári fánk dekoráció, ami készült. Írjátok meg, hogy hogy tetszik nektek, és írjátok meg, hogy ugye azon kívül, hogy mi az, amit legjobban vártok a nyárban, mi a kedvenc nyári ételetek. Az előző adásban ezt a fagyit készítettük el. Ugye minden adás fölkerül a Kreatív Pihenő YouTube csatornájára, úgyhogy nem csak most tudjátok ezt megcsinálni, hanem egész nyáron tudtok belőle alkotni. Érdemes is, alkossatok sokat a nyáron, biztos, hogy sokkal esemény, élménydúsabb lesz, hogyha otthon, hát ha nem is minden nap, de amikor kedvetek van, alkottok. A második inspirációhoz kartonpapír kell, ez most egy 3D-s kaktusz lesz. Azon gondolkozom, hogy elhasználtam-e minden kartonpapíromat, de nem. Szóval kell hozzá... Most azon gondolkozom, hogy milyen széles legyen. Így ez jó lesz. Körülbelül így olyan 10 centi széles és 20 centi magas kartonpapírból dolgozom. Ezt egyenesre levágom. Két kaktuszt fogok... Egy kaktuszt fogok kivágni belőle, illetve ilyen 3D-ben létrehozni, mégpedig úgy, hogy így keresztezik majd egymást. Ezt mindenképpen ti ceruzával rajzoljátok le, mert a filctollat nem lehet olyan jól levágni róla, és akkor az pedig nem lenne jó, hogyha nagyon-nagyon látszódna. Úgyhogy úgy fogom elkészíteni, hogy fölrajzolom rá a... Hát milyen magasat csinálják, most ezen gondolkozom. Nem lesz elég ez a karton. Na, majd mindjárt kitalálom. Szóval, fölrajzolok rá egy kis fő ágat a kaktusznak, és így mellé egy másikat. Így. És még egy másiknál. Így. Hát gyakorlatilag, mintha ha egy kaktuszt rajzoltam volna, csak egy D-ben. És akkor most megnézem, hogy van-e még egy ilyen kartonom itt valahol kéznél, de nincs, viszont akkor ebből ezt a fagyisat egy picit szétszedem. Van ott még egy karton? Elég nagy. Igen, jó. Ezt köszönöm, jó lesz, akkor nem kell szétszednem a fagyit. Szóval, és ugyanezt megteszem még egy ugyanakkora darab kartonon. Köszönöm szépen! Az a lényeg, hogy két kaktusz kell rajzolni, és ezt fogjuk majd összeilleszteni három dimenzióban. Tehát ez egy nagyon csöppet kisebb, úgyhogy majd annyival rövidebb lesz itt a másik. Így. És ennek is megrajzolom a középső fásszárát, rajzolok neki oldalsó szárat, elmegyek a tetejéig, és rajzolok neki mégis. Ez nem csak egy 3D-s kaktusz lesz, hanem ezt lehet használni például ékszertartónak majd, vagy bármilyen kis szülinapi jelölőnek, vagy bármilyen kis tárolónak akár. Mit? Vagy egyébként szobornak is használhatjátok. Na, és akkor most jön a második lépés, vágjátok ki ezt a két sziluett formát. Mindenképpen úgy vágjátok, hogy ne törjön el a karton. Érdemes egyébként inkább talán snitzerrel vágni, akkor biztosabban nem törik el, és nagyon óvatosan készítem. Vágom ezt az egészet, hiszen belül ugye ilyen kis hullámpapír van, azért is a neve hullámkarton, és az, hogyha egyszer letörik, akkor már nem lesz olyan a tartása. Úgyhogy érdemes nagyon óvatosan vágni. Így. Így, akkor még itt ezt a kicsi részt kivágom.
és elérkeztem az elsőnek a végére. Alul lehet egy kicsit szélesebb, hogy stabilabban álljon meg majd a lábán, de le fogjuk úgyis ragasztani valamilyen alapra. Úgyhogy annak mindenképpen érdemes súlyosabbnak lennie. Itt van nálam egy ilyen kis fa szelet, lehet, hogy erre fogom leragasztani, de egyébként bármilyen olyan alap jó, amilyen egy picit nem annyira könnyű, mint a karton, különben nagyon könnyen ugye az ékszerekkel együtt pláne el tud dőlni majd ez a kis 3D-s szobrunk. Most azon gondolkozom, hogy az, ugye úgy kell majd ezt az egészet együtt egybe illeszteni, hogy a közepét az egyiknek alulról fölvágjuk, a másiknak meg fölülről le, tehát ez a klasszikus összecsúsztatás lesz. És azon gondolkozom, hogy remélem az ollóm nem fog eltörni a kartont, pont amit az előbb mondtam, hogy na, arra vigyázzatok, hogy ne törjétek el a kartont. Így. Na, elkészültem mind a két darab kaktusszal, és most ezt kell összereparálni. Hát ha TikTok videó lenne, akkor nagyon könnyű dolgom lenne, mert azt csinálom, hogy és már egybe is lenne. De ez nem TikTok videó, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a valóságban. Tehát, mint mondtam, az egyik kaktuszt alulról vágjátok föl a feléig, a másik kaktusz pedig fölülről vágjátok le szintén a feléig. És most pedig ezt a két kaktuszt csúsztassátok össze. És hát nem is volt annyira egyszerű, mint a TikTok videó, de azért nem volt túl bonyolult sem összecsúsztatni. Megkaptuk a 3D-s kaktuszt. Még el kell igazgatni egy kicsit, mert azért ide-oda dől. Úgyhogy igazgassátok ti is el, és a kellő pontokon ragasztózzátok is meg. A tetején érdemes, hogy ott fixen álljon, illetve mind a két oldalán, és az alján. Természetesen ezt a kaktuszt aztán lehet tovább dekorálni, kifesteni, kiszínezni, vagy akár valamilyen textillel bevonni, vagy egy kis szalvéta technikával valamilyen különleges mintát adni neki. Na, és még egy kicsi ragasztásra azért szükség van, és akkor már alul is megragasztom, hogy ott is stabilan legyen. Így, most tartom, és ezzel elkészültem, úgymond ezzel a 3D-s kaktusz állványjal. Mindjárt felragasztom a talpára is, hogy lássátok, hogy hogyan is mutat aztán a végeredmény. Jó. Tehát valamilyen súlyosabb tárgyra, lehet ez egy kis gyertyaalátét, egyébként ezen is jó lenne, lehet ez egy fa szeletke, lehet ez egy kavics, valamilyen súlyosabb tárgyra ragasszátok rá, és már is készen van ez a különleges kis ékszerállvány, vagy egyébként szobornak is tök jó, hogyha kiszíneztük volna, kifestjük, akkor is nagyon-nagyon jól néznek ki, úgyhogy még szobornak is elmegy, és hogy dekoráljátok ki, és küldjétek el nekem, mutassátok meg nekem. Ritkán szoktunk szobrokat készíteni, főleg akkor kartonból dolgozunk, de ez most nekem is nagyon-nagyon tetszik. Mindegyik nagyon szokott tetszeni, de ez most különösen jó bofa lett. Igazából még nem csináltam én se ilyet, úgyhogy ez volt az első találkozásom egy kaktusz szoborral. A harmadik ötlet, azt említettem, hogy fogunk még egy ilyen ehhez hasonló képet csinálni ebben az inspireckében, és akkor ezt meg is tesszük. Ennek a képnek egy párját fogjuk elkészíteni, ezt ugye az előző inspireckében alkottuk, mégpedig ugye úgy, hogy kivágtunk egy fehér négyzetet,
és arra egy színes papírból a felét letakarva, így átósan ráragasztottunk egy másik alapot. Így egy kicsit ilyen extrém, extra alapunk lett. Ennek a másik oldalára fogom elkészíteni. Tehát ez azért jó, mert ez a kis extrém alap, hogy így valamilyen más színt adunk neki a háttérben, ez igazából más megoldásokra sarkal, úgyhogy másmilyen inspirációkat, másmilyen képeket kapcsol be nekünk az alkotásba. Na, keresek akkor egy megfelelő színes papírt rá, és meg is van, ugyanolyan zöld lesz, mint az előző oldalon, és akkor ráragasztom, ahogy az előbb is tettem erre. Közben megnézem, hogy van-e kérdésetek. Igen, na nézzük. Azt írja Lili, hogy neki egyszer eltört az ollója a hullámkarton kivágásakor. Hát igen, a hullámkartont egyébként nem egyszerű vágni, és én is inkább azt javaslom, hogy ezeket a vékony, úgynevezett mikrokartonokat használjátok. Mutatom is már is, hogy ez azért sokkal vékonyabb, mint egy ilyen normál dobozkarton. Látjátok, ez kevesebb, mint 1 mm a vastagsága. Ebben is ugyanúgy megvannak ezek a hullámok, de sokkal vékonyabb, ezekkel sokkal könnyebb dolgozni. A normál dobozkarton az ennél sokkal vastagabb, azzal még nehezebb dolgozni. Ilyen kis vékony kartonokból vannak a műzlik, a macskakutyakaják, amik ilyen dobozosak, becsomagolva. Egyébként sok helyen van, úgyhogy csak járjatok nyitott szemmel, hogy mi ürül ki otthon, és nézzétek meg, hogy nem véletlenül ilyen mikrokarton, amit nagyon jól fel lehetne használni. Erre most pedig egy flamingót fogunk festeni, ugyanazokkal a színekkel, mint az előbb, és ugyanúgy meg fogom rajzolni feketével a kontúrját, hogy lássátok, hogy hogyan lehet flamingót rajzolni, mert volt egyébként flamingós inspiráció, de természetesen nem festettük. Na, akkor most ugye rajzolunk egy ilyen S betűt a flamingóra, és itt egy picit kiszélesedik így a fejénél az S betű, és abba egy ilyen kis kampós csőr belemegy. Itt tovább visszük ezt a S betűt, és ide egy másik S betűt rajzolunk. Ide pedig egy nagyon pupos háta van a flamingónak. Most pedig rajzoljuk a furán hátrafelé megtörő lábát, meg az egyenes lábát is. Na, itt egy picit elment nekem a vonal, de semmi baj, mert úgyis a festésnél ezt tudom korrigálni. És ugyanazokkal a színekkel, amivel az előbb a pálmafát kifestettem, kifestem most ezt a flamingót is. Lehet ilyen kis átmeneteset is festeni, nagyon szépen jól néz ki, ugye, és hogyha száraz ecset technikával festetek, úgymond nem nagyon vizezitek az alapot, akkor egyrészt jól bírja a sima vékony papír is, másrészt egy picit ilyen tollazat mintás is lesz, ahogy a két szín egy picit keveredik, és látszanak az ecset vonások. Na, még itt egy kicsit el kell rejtsem azt a kis elrajzolást, és szépen elérkeztem a fejéhez. És ahhoz, hogy passzoljon teljesen a másik festményhez, a csőrét ezzel a türkisz kékkel fogom megfesteni, sőt, a lábát is kicsit kiszínezem ilyen türkisz kékre. Na, itt egy szál mellé ment. Na, és hogyha van kedvetek, akkor természetesen még szemet is rajzolhattok neki.
és lehet még további szárnyakat is ide, vagy egy picit a szárnyát is gyábrázoljátok, de ez már csak ilyen kis plusz. A flamingó készen áll a bemutatóra. Most megfordítom, megmutatom, hogy mennyire hasonlít. Ugye itt volt a pálmafa, itt van a flamingó, egy picit más zöld az alap, amit föltettem, ezért van különbség, de az látszik, hogy ugyanazokat a színeket használtam, és így, hogy mind a két oldala működik, ezért egyébként, hogyha meguntátok az egyiket, akkor meg lehet cserélni, vagy pedig föl lehet lógatni, és akkor mindegy, hogy merre forog, mindegyik oldala látszódik. Kíváncsi vagyok, hogy a mai három inspirációból, a délután 3 órás inspirációból melyik volt a kedvencetek. Készítettük ezt a flamingót, készítettük ezt a finom fángot, illetve, mi volt a harmadik? Ja igen, a kaktusz szobor, ez ilyen kis szobornak, vagy ékszertartónak lehet használni. Írjátok meg, hogy melyik volt a kedvencetek. Holnap is találkozunk itt a kreatív pihenőben, tartsatok velem akkor is, és hát osszátok meg ezt a videót, hogyha tetszett és szeretitek a kreatív pihenőt. Legyen szép napotok, sziasztok, szép kreatív napot!